Szervusztok, fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok, és a mai epizódban folytatjuk maga a Beta 300-as betresszerakását. Túlsó fálán kész van, kicseréltem maga a szimmeringeket, ilyesmiket. Most jön a gyújtás fele, itt is a húzótengelynél új szimmeringet kap a kapcsoló, a váltó tengelynél, meg a főtengely szimmeringet. És kezdjük összepakolni. Igen ám, de itt találkoztam egy problémával. Maga a itt a Bendixnek a vége, ahol jön bele a persejnél, itt ki van törve. És megnézem, hogy meg tudom-e heggeszteni. Ezt mielőtt nekiállok heggeszteni, örökké leszoktam leszoktam ellenőrizni, mennyire heggezthető az anyag. Ezt úgy szoktam csinálni. Picit megreszelem. Legyen kevés reszelékem. Fém reszelékem. Utána ez kevés ecet. Sima ecet. Rárakom. És láthassuk, hogy reakcióba lépik erre. Minőségi heggesztés sajnos nem tudok tenni, magnéziumból van. Meg tudom heggeszteni, de az nem heggesztés, csak gányulás. Gányulás. Szerintem a ragasztás epoxival sokkal erősebb. Látassátok, felbuborékosodik, fel elkezd a fevő. Maga a blokkon nőttem. A blokkot azt ott jól tudtam heggeszteni. Itt nem tapasztaljuk azt a dolgot, hogy ilyen fevés van, szép csebben marad a izé. Úgyhogy ez tisztább alumínium, ez valami magnéziumet vezet, alumíniumet vezet, úgyhogy nem is próbálkozok vele, mondom, mert nem tudom minőségileg megcsinálni. Ragasztás szerintem többet tart, buborékos marad, törékeny, úgyhogy inkább nem. Nem is próbálkozok vele. Na szóval, belerakom ide is a szimeringeket, visszapakolom a gyújtásrészt, Bendixet, ilyesmit, és rakhassuk rá a hengert. Na szóval, elértünk a hengerig. Beta kap egy szép új dugót, aminek még egyszer hangsúlyozom a méreteit, méressétek le,
tartsátok, mert sokkal-sokkal többet elmegy, ha pontosan rakjátok maga a kútákat, sokkal többet elmegy a maga a dugó is, meg a henger is, mivel ha kisebbet raksz bele, akkor nő az ódaljátéka, egy az ódaljáték, ha nagyobbat raksz, akkor extra kopás, sokkal hamarabb kopik, úgyhogy ezek a hátrányai, ezért érdemes örökké lemérni, vagy leméretni, és örökké a megfelelő. Általában megvan Mike dugattyúnak mennyi a toleranciája, adja maga a gyártó is a tolerancia méreteket, úgyhogy azt szerint próbáltuk dugót választani, mert hanem időnap előtt elkophat. Na szóval belerakom a dugót, ráteszem a hengert, kiválasztottam egy általam gondolt pakolást, amelyik megfelelhet, és megmutatom nektek, hogy mérem le, hogy maga ez a pakolás vastagságom jó-e. 1,5-1,6 mm a betánál a hengerfáj dugó közti távolság, és megmutatom ezt, tehát hogyan lehet egyszerűen lemérni. Na szóval most berakom az új dugót, ráteszem a hengert, és mutatom a méreteket. Na srácok, megmutatom, hogy mérem meg a dugó és a hengerfáj közti távolságot. Ez olyan 1,5-1,6 gömbölyű dugókkal, általában 1,6, a lapos tetejével 1,5. Ez körül mennek jól. Fogok egy darab olomdarabot, vagy cindrótot is tehettek. Én nekem van egy ilyen tömb alumínium, vagy olmom. Arról szoktam, ráteszem a dugattyú tetejére. Ezt próbáltok meg a csappal, ugye a csappal párhuzamosan tenni, ne előre-hátra, mert előre-hátra billeg a dugót, van némi billegése, és nem biztos, hogy pontos a mérés. Ráteszem ide a csapszeg, nagyjából a csapszeg környékére, ráfogatom a hengerfát, így. Azért használok olmot, már nagyon lágy, könnyű vele. Így. Könnyebb vele dolgozni. Rá is ragadt a hengerfára. Így. És megmérem a vastagságát.
megmutatom, ez 1,5 mm, úgyhogy ezzel a pakolással mehet össze, és rárakom a hengerfát, rakom be a motorba is, már lehet csak a búrantással, a begyújtással jelentkezek. Srácok, összeraktuk a nagyvasat, bekerült a motor, mint lehassaltok, elbogozgattam, feltettem a rezót, kimostam a légszűrőt, kipucoltam légszűrőházat, oda raktam egy picit tölteni, friss üzemanyaggal, feltöltöttem a karbit, adtam egy fröccsöt maga a hengerbe, még nem volt indítva, most az első indítás lesz. Megnéztem természetesen azelőtt, hogy szikra van-e, minden jó van-e, elbogozva van, és akkor feltöltöttem itt folyadékkal, és akkor egyet együtt indítsunk, úgyhogy megnézzük, hogy szokott indulni. Bassza meg az a szar megint nem megy, de nem baj. Szivató. Srácok, szépen indul, szép a hangja, nem kopog, kell még járassam pár percet, viszont ezt a szerelem úgy járatom, lássuk csepegés, folyások, ilyesmi van-e, és nagyjából ennyi lett volna 300-as beta, láthatjátok, elég drága mulatság, de hát nem potyára mondom, légszűrőt, olajra figyeljetek, keverékre figyeljetek, ezek erős fontosok ezeket, ha nem, mondom, idáig óráig tart ez is, ha nem cserész légszűrőt, porba motrozol,
víz nélkül járod, nem cserész kuplungot leégeted, nem cserész olajat, idáig óráig fog csak menni. Úgyhogy ezek nem ilyen végleges, nem 100-200 órás javítások. Ez a 100 óra, 100 üzemóra úgy tart csak, hogyha te figyelsz a motorra, nem figyelsz, nem fog tartani. Pár óra alatt. Kiviszed a kapust, pár óra alatt tönkre lehet tenni. Ennyi lett volna ez a betás videó, betás epizódnak ezzel vége, úgyhogy találkozunk majd egy másikban. Szervusztok!